Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és egy nagyon érdekes napfilmdobozt hoztam el nektek. Hát erről őszintén nehéz bármit is mondani, mert hát szerintem ciki. De hát szerintem látjátok. Ez a 4 évvel ezelőtti FIFA 365 szériának a nagyfilmdoboza, 2023-as FIFA 365-ös csomagolásba. Tehát ott van az új kártya design, és nézegettem a neten, mondom, ez nem létezik. Még küldtem Renátónak is, hogy én ugye jól tudom, hogy ez a 3-4 évvel ezelőtt, és mondta, hogy igen, mert így feltűnt, hogy eszembe jutott, hogy hát totál nem így néz ki az új filmdoboz, és hát nem hagyhattam ki. Sőt, láttam, hogy van, ahol 2 évvel ezelőtti filmdobozban vannak az új kártyák. Most a Panini kifogyott a filmdobozokból, vagy nem tud többet gyártani, és így előkerültek 2-3-4 éves filmdobozok, és azokba kezdték ebbe pakolni. Nyilván azoknak tök érdekes, akiknek kimaradt ez a filmdoboz, de hát nem a régi kártyák vannak benne, hanem az újak. Úgyhogy, hát igen. Igen. Még egy kicsit ezt cikinek érzem. Na de bontsuk ki, hogy azért így nézzük meg közelebbről is. Ez egészen hihetetlen. Ez többenet. Ugyanúgy rajta van a FIFA licenc matrica, ugye, hogy Olaszországban készült, a Panini csinálta, dombor nyomott a teteje, mondjuk az elég menő, mindenhol dombor nyomott, de hát oké, inkább bontsuk ki szerintem. És ott vannak benne az új csomagok. Ez hihetetlen. Na de limitáltak. Van itt egy Szála és Onana. Egyik se volt még meg, mondjuk ez nagyon király, mert egyik se volt még meg. És most már... Na jó. Egyrészt a régi karton van hozzá, nem az új. De azt hagyjam, miután a filmdoboznak a régi kialakítása van, tehát nem annyira széles, mint az új, ma jól tudom, az újabbak szélesebbek. A XXL kártyák miatt itt a teténél, vagy valami, legyen benne egy kis mozgás. Ha kiszedjük a papírt, akkor úgy van belerakva az XXL kártya, hogy nem tudod kiszedni. Csak így hajlítgatni kell, de óvatosan kell, hogy ne sarkazd le. Itt van egy Szalá nagyba, nem csak kicsibe jött, hanem nagyba is, és alatt ott van még ez a Harry Kane, akit meg... Hát, na jó, ez botrányosan rossz. Oké. Rakjuk össze a filmdobozt, és bontsuk ki a pakkokat. Remélem, egy Momentum azért így felhúzza a kedvemet. Mármint nem tudom, így egyszerre vicces, meg ilyen elszomorító számomra. Nektek mi a véleményetek erről a megoldásról itt a FIFA 365 kapcsán? Na de nézzük a kártyákat, Liverpool felállás, aztán Marquinhos Titan, van még egy BL, utána Mané, egy Zaracho, illetve egy Valverde, hát ez nem ez volt a legcombosabb pak, amit valaha bontottunk ebből a szériából, de hát ha a következő csomag az jobb lesz, Interlogo, Firmino, kettő fans blind. Van ilyen, hogy kettő fans van egy pakba? Na jó. Azt hagyjam, hogy kettő fans, több kártya volt. 7 darab kártya van ebbe a pakba, ezért volt két fans. Ez a filmdoboz tele van csupa meglepetéssel. Hát... Mindig meg tud lepni minket a Panini valamivel. Utána Sporting Mez, van itt még egy Giant Benzema, Magician James Rodriguez, illetve 3 base kártya, egy Ocampos, Bonucci Captain, illetve egy Keno az Atletico Mineiroból. Van még 3 pak, 6 csomagos, ugye? Elméletileg. Igen, mert 36 kártya van a fémdobozban. Bontsuk is a következőt. United felállás, aztán egy Titan, utána van még egy Bruges játékos, egy Cancelo, Rodrigo, illetve egy Armenia River Plate-ből. 2 darab csomag van hátra, az utolsó előtt itt nézzük meg, ez is egy kicsit vastagabbnak tűnik, és még semmi rare momentum, jó, az mondjuk ritkán lehet nyitni, de semmi rare nem jött. PSG Mez, Chiesa Fans Favorite, Calhanoglu, egy Hakimi, Varane, illetve egy Reinildo az Atletico Madridból. Hát, ha az utolsó csomag virít valamit, mert amúgy ez eddig édeskevés, így nem vagyok elájulva a filmdoboztól. Minero felállás, ezt megfordítjuk, egy Game Changer, Joao Félix, na mondjuk ebben nagyon sok csillogós van, egy Höbjerg, aztán Magician Di Maria, a végén még egy Fiola, illetve még egy Adana Sportingból. Hát így összességében
Szerintem nem volt egy erős nagy filmdoboz. Mármint a két kicsi limitednek örülök, mert nem voltak még meg. XXL limitedet azt nagyon óvatosan kell kiszedni. A csomagok egyiknél oké volt egyikben. Négy csillogos, a másikban egyel több kártya, de azokat se éreztem ilyen nagyon erősnek, úgyhogy ilyen... Hát nem tudom. Kisebb csalódás ez most számomra. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai vasárnapi rövidebb videó. Alapból hosszabbat terveztem, de ezt megláttam, és hát muszáj voltam venni egyet, mert ezt mindenképpen meg kell nézni videóban egy kis érdekességként. De srácok, kedden találkozunk, prémium bontással folytatjuk, majd a hetet, jövő héten is érkeznek a jobbnál jobb videók, hiszen jövő hét szombaton ismét kaja challenge lesz a csatornán, meg ott lesz még a channel csütörtök is. Jó srácok, kedden találkozunk. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, meg találkozunk kedden, addig is legyetek jó. Sziasztok!